Jó estét ez a 35 perc a Kölcsei Televízió műsor műsora július 31-én hétfőn. Rekord eredményeket ért el idén a felvételezők számában a Nyíregyházi Egyetem. Az okorról is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. Szánavoda akkumulátorgyár épül Nyíregyházán. Rekord számok sokan választották a Nyíregyházi Egyetemet. Városnap Máté Szalkán, 54 éve emelték város 100-már központját. Akkumulátorgyár épül Nyíregyházán. A kínai Sunvoda 580 milliárd forintos beruházással hozza létre első európai vállalatát a déli ipari parkban. A beruházást csütörtökön jelentették be Budapesten. Majd egy nappal később, pénteken Nyíregyházán is sajtótájékoztatót tartottak róla. A kínai Sunvoda vezetőivel érkezett a bejelentés helyszínére Szijjártó Péter. A miniszter azt mondta, az év eddigi legnagyobb beruházása indulhat el Nyíregyházán. A számvoda döntése úgy szól, hogy az első európai gyárát a vállalat Magyarországon, mégpedig Nyíregyházán építi fel. Ennek a magyarországi beruházásnak az indításaként 93 milliárd forintért kezdik meg a gyár építését, amely aztán a többi építési és beruházási szakasszal együtt egy 580 milliárd forintos beruházással fog kiteljesedni. Szeretném még egyszer megismételni, tehát a szamvoda nyíregyházi beruházása az összes építési és beruházási szakaszt figyelembevéve egy 580 milliárd forintos beruházás lesz, amely több ezer munkahelyet fog létrehozni itt nyíregyházán. Ez az idei esztendőben bejelentett legnagyobb beruházás eddig. Ez a harmadik olyan beruházás idén, amely egy milliárd euró fölötti értéket képvisel, és ezzel a beruházással most már biztossá válik azon vállalásunk teljesíthetősége, amely szerint a tavalyi beruházási rekordot az idei esztendőben nem csak meghaladjuk, hanem meg is duplázzuk. Szijjártó Péter hozzátette, a vállalat minden környezetvédelmi szabályt betart majd az építkezés és a működés során, sőt, saját vállalásai is voltak a vállalat Nyíregyházán a teljes vízigényének a 90%-át 90, 90 tisztított szennyvízből fogja biztosítani. 90%-át tisztított szennyvízből fogja biztosítani, és pusztán kommunális célok kiszolgálására, mindenki értse, kézmosás, ivás, zuhanyzás, fognak ivóvíz minőségű vizet felhasználni. Ráadásul egy szennyvíz előkezelőt is építenek a saját területükön, amelynek nyomán aztán újra fel tudják használni a tisztított szennyvizet. Látszik, hogy a vállalat számára a környezetvédelem ügye kiemelten fontos. Köszönjük az alelnök úrnak, hogy erről itt kiemelt hangsúlyjal beszélt is. Ugyanis a vállat nem hogy csak azt vállalja, hogy betartja a magyarországi, egyébként európai összevetésben is rendkívül szigorú előírásokat, hanem azt is, hogy még szigorúbb feltételeket szab a maga számára, és a magyar szabályokhoz képest többlet kötelezettségeket is vállal. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az akkumulátorgyárak létesítésével tudja az ország elérni az uniós energiaelőállítási vállalásait. Az elektromos autóipar nagy gyárépítései fogják meghatározni, hogy hova megy a gazdasági növekedés és hova nem. Az elektromos autóipar gyárai pedig az elektromos autókat és a hozzájuk való elektromos akkumulátorokat gyártják. És ez csak elsőre tűnik kizárólag gazdasági kérdésnek. Ez legalább annyira környezetvédelmi kérdés is, mint gazdasági kérdés. A helyzet ugyanis az, hogy láthatjuk, érezhetjük, tapasztaljuk, hogy a globális felmelegedés és a környezetvédelmi célok benem teljesülése milyen hatásokkal jár az emberiség életére és a bolygónkra. Ezért a globális károsanyag kibocsátást villámgyorsan csökkenteni kell, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi céljainkat el tudjuk érni, és a bolygót pedig meg tudjuk tartani az utánunk következő nemzedékeknek. Na most a globális károsanyag kibocsátás 14 a 14 százaléka és egy hetede az a közúti közlekedésből származik. Ezért, hogyha a közúti közlekedést a mostani hagyományos meghajtásról nem tudjuk átállítani elektromos meghajtásra, akkor az összes környezetvédelmi cél tekintetében el fogunk bukni. Onnantól kezdve a klímaváltozás elleni küzdelem, meg minden ilyen zöld célkitűzés csak blabla lesz. Tehát, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy meg kell menteni a környezetünket, akkor az lehetetlen a közúti közlekedés elektromos alapokra történő átállítása nélkül. Egy nagyon hosszú tárgyalássorozat és egyeztetések után a Szamvoda nyíregyházát választotta új high-tech gyára helyszínéül. Szamvodáról annyit, hogy Kína és a világ egyik meghatározó akkumulátorgyártója az első tízben van a világon. Így kezdte értékelőjét Kovács Ferenc polgármester. Nemrég készült el ez az új bekötő út, amelyen keresztül el lehet érni a dél-koreai w és a német boyzen beruházását. Most pedig a kínai Szánavoda jelentette be, hogy az akkumulátoriparhoz kapcsolódó gyárat épít a Nyíregyházi déli ipari parkba. A polgármester szerint történelmi jelentőségű fejlődésen megy keresztül most Nyíregyháza. Korábban betelt 130 hektár után az ipari park új része 640 hektár területű, és egy egyedi közlekedési logisztikai adottságokkal rendelkezik. A fejlesztések eredményeként az elmúlt egy évben két új beruházó érkezett hozzánk. A cégek tevékenység köréből is látható, hogy a világgazdaság egyik legdinamikusabban fejlődő részéhez az elektromos autóiparhoz kötődnek. Ugye a beruházások már zajlanak, szemmel láthatóan, és nagy ütemben. A délkorai W-Scope szeparátorfilmet fog gyártani akkumulátorokhoz, a BMW beszállító német Boyszem pedig tartó és takaró lemezeket, szintén az elektromos autók akkumulátoraihoz. Most több európai városra versenyezve és ahogy említettem, hosszú tárgyalás sorozat után, ez több mint másfél évig tartott, lehetőséget kaptunk arra, hogy még nagyobb volumenben csatlakozzunk egy új feltörekvő iparákhoz. A kérdés ilyenkor egyértelmű, növekvő pályára állítjuk a várost, vagy végzetesen lemaradunk. Nem túlzás ezzel a beruházással nyíregyházas, vel a térség is a nemzetgazdasági szempontból meghatározó, fejlődő évű megyeszékhelyek közé emelkedik, az állam által is dinamikusan fejlesztett régió közepén, ugye ez az észak-kelet-magyarországi térség. A Nyíregyházi Városvezetés sikerként értékeli, hogy másfél évnyi előkészítés után a várost választotta a világ tíz legjelentősebb akkumulátorgyártó vállalatának egyike. Podlovics Roland, a polgármester úgy fogalmazott, Nyíregyháza felkerült a világ autóiparának térképére. Lényegében elmondhatjuk, hogy egy ilyen gyártókapacitás megjelenésével a globális autóipar térképére kerül fel Nyíregyháza. Ez egy nagyon fontos és nagy siker, az elmúlt másfél évben az a munka, amit közösen folytattunk polgármester úr a városvezetés mellett szakembereink által. Én azt gondolom, hogy és a kormányzat, ne felejtsük el a kormányzat támogatását ebben az egyeztetési folyamatban. Én azt gondolom, hogy ez nem jöhetett volna létre egy ilyen közös együttműködésként, és nem jöhetett volna létre, hogyha nem lenne egy ilyen jó adottságokkal rendelkező ipari parkunk. Tehát nekem 2019-ben polgármester úr által meghirdetett legfontosabb stratégiája ebbe a ciklusba a városvezetésnek, hogy az ipari fejlesztéseket meg kell valósítanunk, ehhez pedig kellenek olyan területek, ahol, hogyha a beruházók ide érkeznek, megfelelően előkészítettek, és ez a munka, ami 2019 óta zajlott, ez egy olyan versenyelőny tudott más országok városaival szemben Nyíregyházának biztosítani, melynek eredményeként tegnap bejelenthettük, hogy a számoda Nyíregyházát választja. Az építkezés a jövő évben indul, és a cég tervei szerint 2025 legvégén indulhat a termelés. Rekordot ért el idén a Nyíregyházi Egyetem a tavalyi évhez képest 86%-kal több elsőéves hallgatók meg tanulmányait szeptemberben. Az okokról és a következményekről beszélgetek most. Kósáné dr. Bilanics Ágnes, oktatási rektor helyettese. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a kívánst, üdvözlöm a kedves Először is éjtőnkör. gratulálok. Beszélgettünk már többször még a januári időszakban arról, hogy milyen módszerekkel próbál még több hallgatót nyíregyházára csábítani az egyetem, és tessék, megvan az eredménye. Meglepődtek? Köszönjük szépen, Elsőként a gratulációt. Egy picit lehet, hogy meglepődtünk, de igazából számítottunk arra, hogy most egy jelentősebb hallgatói létszámmal kezdhetjük meg a következő tanévet. Egy nagyon szisztematikusan felépített beiskolázási stratégia volt egyrészt a részünkről, hogy, hogy, idő, hogy időarányosan, közvetlenül, közvetve minél több jelölthöz eljuthassunk, és valójában most az elmúlt hét volt az, amikor számot vetettünk, és a a jelentkezőkből felvett hallgatóink lettek, és azt látjuk, hogy, hogy bizalommal vannak tradícióink, értékrendünk, hagyományaink iránt a jelentkezők. Nyilvánvalóan ezt mindig ki kell majd értékelni, de arról beszélgettünk talán egy fél évvel ezelőtt, hogy hogy megnövekedett az online térben lévő reklám és figyelemfelhívásnak a, a mértéke. Ez érezhető volt most is, tehát hogy ott sikerült a legtöbb hallgatót elérni, vagy kell azért a személyes kapcsolat is? Én azt gondolom, hogy mind a kettőre szükség van. A helyes arányok megtalálása az nagyon fontos egy intézmény részéről. Bizonyos generációk nyilván nyitottabbak az online térre, és ezért az online térben való részvétel, főleg egy digitalizáció korában egy egyetemnek az, az prioritást kell, hogy élvezne. Másik oldalról a személyes találkozások viszont azoknak a az érzi, annak az érzésvilágnak is egy értékrendnek az átadására sokkal nagyobb teret enged, amit mi az egyetemen képviselünk, ezért, ahogy már említettem, ezen stratégiai részeként szinte a megye régió majdhogy nem összes középiskolájába próbáltunk személyes látogatásokat is tenni, pontosan amiatt, hogy megismerjék a munkánkat, és, és az érdeklődést felkeltjük, esetlegesen a, a jelentkezéskor az intézményünk iránt. Nézzük akkor a számok mögé, 86%-kal több első éves lesz, mint a tavaly évben. Pontosan mennyi és hogyan aránylik az állami finanszírozású, az önköltséges, nappali levelezőképzés, milyen lesz a szeptember? Ö, ebben a jelen, általános felvételi eljárásban 1920 ö, hallgató nyert felvételt a Nyíregyházi Egyetemre. Ebből több mint 1560-an állami finanszírozásuk képzőhelyre, ez egy óriási szám és lehetőség, mint, mint Kekvás Egyetem, tehát közfeladat finanszírozási szerződés keretein belül megállapított keretszámokon belül gondolkodhattunk. Arra törekedtünk, hogy a térségben, a régióban azoknak a Jelentkezőknek adjunk lehetőséget, akik a, a legkomolyabb eredményekkel, a legkomolyabb pontszámokkal jelentkeztek intézményünkbe, és hogy ők minél nagyobb körben részesülhessenek állami finanszírozott képzésekben. Hogyha a nappalisoknak és a levelezősöknek a, az arányát tekintjük, akkor nagyon örülünk annak, hogy növekszik a nappalisoknak a részaránya, de még mindig, mint regionális beiskolázású egyetem, nagyon komoly lehetőséget kínálunk, és ezzel élnek is a levelező tagozatos hallgatóink, akik általában munka mellett, vagy második képzésre visszatérnek a Nyíregyházi Egyetemre, ott is számtalan állami finanszírozott képzésben is formában választhattak és kaptak lehetőséget a hallgatóink. Az önköltséges hallgatóink aránya is növekedett, több mint duplája lett a tavalyi év költségtérítéssel jelentkezők hallgatók aránya. Melyik voltak a legnépszerűbb képzések, vagy tudományterületek? A legnépszerűbb képzéseink most egyértelműen meg lehet határozni, hogy az óvodapedagógus volt az, ahol azok a jogszabályi változások és az a régiós jellegzetes munkaerőpiaci viszonyok az igényeket meghatározva nagyon komoly állami finanszírozású beiskolázási számokkal rendelkezve felvételt nyertek. Kiemelkedő teljesítményt mutatott az informatika területe a gazdálkodási és menedzsment képzési terület, illetve a műszaki képzések is sokkal jobb eredményeket tudtak mutatni, mint az elmúlt években, tehát azt látjuk, hogy sokan visszatértek és érdeklődnek. A pedagógikum területén, ahol hagyományosan komoly szerepet vállal a pedig a rövid ciklusú 2-3-4 fél éves mesterpedagógus képzéseink azok, amelyek kimagasló eredményeket értek el. Ez most az óvodapedagógúja azért is ilyen menő, mert nagyon sok óvoda épül a Vármegyében. Mi szinte minden héten beszámolunk, hogy egy-egy településen van óvoda, és gondolom oda a bővített férőhelyhez további pedagógus. Én szükség pontosan van. így gondoljuk mi is, hogy a, a megye a város igényeit és szervezeteit kiszolgálva szükséges nekünk is a, a beiskolázásunkat támogatni és segíteni. Az egyik oldala lehet ezt, hogy mi is éreztük ezt a lehetőséget, illetve hogy azért, hogy országosan a megyében igen sok gyermek születik. Akár átlag felettiek is ezek az eredmények, és ők bizonyosan fognak óvodába járni, tehát ö, szeretnénk abban nagyobb részt vállalni, hogy a, az ők szakképzett igényeinek, hogy... megfelelő képzéseket köszönöm szépen. Mert sokáig ugye Hajdúböszörményben volt egy ilyen nagy képző intézet, most már az a Debrecen Egyetemnek a kereteiben működik, de azért jó, hogy akkor ezt így itt már én közelről is meg Ez abszolút a piac azért igazol, igazol, minket is, hogy lehet, hogy mind a két képzőhelynek van létjogosultsága, és a piaci igények alapján lehet, hogy lakóhelyükhöz közelebb esik Nyíregyháza, ami nekünk ebben a helyzetben kifejezetten előnyös. A gazdálkodás menedzsment, meg a műszaki pályák is gondolom, hogy arra válasz, hogy nagyon sok beruházás érkezik, vagy érkezhet a Vármegyébe, akár Nyíregyházára, akár más városba, és van igény arra, hogy, hogy ott szakképzett munkerőt foglalkoztassanak. Valóban erre lehet az egyik reagálás. Én azt gondolom, hogy a hallgatókban van valami pályaismeret, van valami elképzelés arról, hogy ő miként szeretne a jövőben milyen szakképzettséget szerezve dolgozni, egyrészt ezek országosan is mindig kiemelt jelentőségűek, a másrészt, hogy a közfeladat finanszírozási szerződésünkben meghatározott keret és kapacitás ezeket a területeket támogatják és tehát egy picit próbálják országosan is orientálni. Ennek, ezen képzések irányába, és itt még nagyon kiemelném, hogy a pedagógiumunk teljes területe állami finanszírozott támogatással bír, tehát még az a harmadik nagy láb, ahol még lehetőségeket látunk abban, hogy növekedjünk. A mostani első évesek többsége innen a térségből, a Vármegyéből, vagy a környékről érkezik, vagy máshonnan is szívesen jönnek Nyíregyházára, mit tapasztalnak, lehet -e ezt már most tudni? Inkább az, az előző éveknek a a trendjeit ö, tudjuk meghatározni, abszolút ö, első helyen szabolcs szatmár bereg vármegye szerepel, és a környező megyék és a régió az, amelyik a beiskolázási körzetünknek a nagy részét adja. Bizonyos képzéseink vannak, amelyek az ország teljes területéről rendelkeznek beiskolázással, ilyen például a repülő mérnök szakunk, ahol leginkább a hallgatóink ö, nagy része az Budapest és környékéről érkezik, de akár a Nyugat-Dunántúról is. Jelenleg még nem látjuk ezeknek a hallgatóknak a ö, ilyen jellegű koncentrálódását, de azt gondolom, hogy most is ezekről a területekről várhatunk jelentősebb létszámban hallgatókat. Hagyományos beiskolázási területe Kárpátalja és a Nyíregyházi Egyetemnek. Most nyilván a háború miatt gondolom, hogy picit változott az érdeklődés, de, de jönnek-e Kárpátaljáról magyar ajkú fiatalok? Kárpátalján ugye Nyíregyhá... a Nyíregyházi Egyetemnek már több mint 20 éve van kihelyezett tagozata. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve mi ezt a kapcsolatot nagyon fontosnak ítéljük meg, és a továbbiakban is támogatjuk. Ezért a gazdálkodási és menedzsment szaknak ebben az évben is hagyományosan már kb. 25. tanévben indulként kihelyezett tagozata, tehát nem engedjük el az ő kezüket sem, és támogatjuk ezeket a hallgatókat lehetőségükhöz mérten, amennyiben ki tudunk menni, mi mint oktatók, akkor személyes jelenléttel, vagy Online formában történő ö, oktatással, de természetesen a határon túlról is érkeznek a nyíregyházi képzésekre ö, hallgatóink, akik nem csak a nyíregyházi képzőhelyeken, hanem akár a kisvárdai és Mátészalkai képzőhelyeinken is megjelenhetnek. Nagyon fontos, hogy, hogy egyre erősödik a angol nyelvű képzés is. Ebben milyen számok láthatók most? a stipendium hungarikum, illetve a, a, külföldi hallgatóknak a különböző kereteken belül történő beiskolázása, az, egy, az a felvi.hu rendszertől külön rendszeren keresztül működik, abban is Nyíregyháza elég szép beiskolázási számokat tudhat magáinak, de az a felvételi eljárás még folyamatában van, tehát arról még korai volna én azt hiszem nyilatkozni, de természetesen ezek a számok is évről évre növekednek, ennek a trendnek szeretnénk most is megfelelni. És nyilvánvalóan, ha marrá rá igény, akkor akár más területeken is indulhatnak angol nyelvű képzések. Természetesen az angol nyelvű képzésekben azért most az informatika területén, a repülőmérnök területén látjuk azt, hogy komoly érdeklődéssel bír az intézmény. Ugye lezárult az első körös jelentkezés, indul a pótfelvételé hagyományosan. Mire lehet számolni, hogyha valaki esetleg most kapott Részbe, vagy nem sikerült oda, hova szeretett volna, akkor mit tud tenni? A pótfelvételi eljárás egy nagyon jó lehetőség arra, akik nem jelentkeztek, vagy akiknek nem sikerült ö, valamilyen felsőoktatási intézmény ö, keretein belül képzésekbe bejutni, hogy ők még most az utolsó ö, percekben is megtegyék ezeket ö, a le, éljenek ezekkel a lehetőségekkel, Augustus, augusztus, 6-án éjfélig lehet jelentkezni ugyanúgy a, az e felvételi felületén, ami nagyon fontos, hogy ebben a pótfelvételi eljárásban az idő miatt már nincsen hiánypótlás, tehát felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy nagyon ügyeljen arra, hogy a dokumentumokat teljes körülön töltsék fel a a rendszerbe minden hallgatójelölt vagy felvételiző egy képzőhelyet jelölhet meg, ö, amelyeket a pontszámának ismeretében ö, adott szak felvételi pontszámaihoz igazítva ajánljuk mindenkinek kiválasztani. Ami nagyon fontos, hogy nem csak költségtérítéses képzésekben, hanem bizonyos képzési területekben állami finanszírozott képzéseket is ö, hirdetünk. A felvi.hu oldalon minden információt megtalálnak ezzel kapcsolatosan. Ö, az érdeklődők, és ami még nagyon fontos, hogy aki még úgy gondolja, hogy már szerzett egy a végzettséget, egy van egy diplomája, és szeretne esetleg a tudását egy másik szakterülettel kibővíteni, nekik pedig szeptember 1-ig ajánljuk a szakirányú továbbképzéseket, mint másoddiplomás képzéseket egyetemünkön. Ezekről információt az intézmény honlapján a felvi.hu felület mellett is találhatnak. Itt van valami létszám, stop, szóval ö, kell a jó eredmény hozzá, vagy igazából, ha valaki szeretne tanulni, és akkor a, a kellő motivációja megvan, akkor a portfelvételben be tud jutni, ha van elég férőhely az adott szakon. Természetesen az állami és költségterítéses férőhelyek arányát az intézmény kapacitás számai azért valamilyen módon befolyásolják szakirányú továbbképzésben, pedig az alap, végzettség megszerzése, mint bemeneti feltételnek a megléte a nagyon fontos, és ott nyilván törekszünk arra, hogy olyan csoportlétszámokat létszámokat tudjunk kialakítani, amely mindenki számára, ugye a jelentkezőknek is és az intézménynek is megfelelő, tehát bátorítunk mindenkit, hogy akár kollégái számára is népszerűsítse ezeket a képzéseket a biztonságos szakindítás érdekében. Ugye most 1920 elsős lesz tavaly, kicsit több mint ezer volt, el fognak férni? Én azt gondolom, hogy a Nyíregyházi Egyetem egy olyan gyönyörű kampusz, amit hogyha bárki arra já látja, hogy azért nagyon komoly férőhelyekkel és kapacitás számokkal rendelkezünk, működési engedélyünknek megfelelően ez a kapacitás szám még jól elhelyezhető az intézmény keretein még belül. Mennyi lesznek, hogyha minden hallgatót vele? Én azt gondolom, hogy nem szeretnénk még ebben számszerűen nyilatkozni, mert a beiratkozás az, 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 mindig, mindig egy befolyásoló tényező, a felvett hallgatóból akkor lesz igazából hallgató, hogyha ő beiratkozik, és mindenkit bátorítunk arra, hogy be kell iratkozni, meg kell próbálni, hinni kell önmagunkban, mert a hit már fél siker, még akkor is, hogyha nem abba az intézménybe vettek föl, ahova elsődlegesen szerettem volna, de egy felsőoktatási intézmény keretein belül lenni és tanulni, az mindig óriási előny. Soha nem tudhatjuk még, hogy az élet merre visz minket, legyenek Felsoktatási intézmények hallgatói, és még akkor is vannak különböző választásaik, de nyilván tudjuk nagyon jól, hogy azért ezek a számok, amiket, akiket most felvettünk, abból nem lesz 100% beiratkozott hallgató, de törekszünk rá, hogy hogy nagy, magas arányokban legyenek beiratkozásaink. Egy fontos kérdés még így a végére. Ilyenkor kicsit megőrül az albérletpiac is, Nyíregyházán egy házán is, de az igazi főnyeremény, hogyha valaki nem albérletbe kell, hogy töltse a mindennapjait, hanem kollégiumba. Ma lesz elég férőhely azoknak, akik jelentkeznek, vagy, vagy ki számít előnyösebb indulónak, és ki, aki kevésbé? A Nyíregyházi Egyetem mint vezetése, mint gondoskodó egyetem, Alapvetően azt a célt szolgál, tűzte ki céljául, hogy a lehető legtöbb hallgató jelölt, aki kollégiumi férőhelyet szeretne, kapni, ő ezek ebben részesülni tudjon. A Nyíregyházi Egyetemnek több komfortfokozatú, több épületben létezik kollégiumi elhelyezése, nyilván ennek megfelelő díjazásokkal, illetve most lett egy, egy, szállásunk, amit PPP beruházás keretein belül a Sandra Hotel, amely hotel minőségben tud szolgáltatásokat nyújtani a, a hallgatójelölteknek, az is kollégiumként is, mint szolgáltatás igénybe vehető, ennek feltételeiről is Nyíregyházi Egyetem honlapján Ö, érdeklődjenek a hallgatók, tehát visszatérve a kérdésre, mi törekszünk arra, hogy lehetőség szerint mindenkinek a kigényelni szeretne, megtaláljuk azokat a lehetőségeket, hogy fél, kollégiumi férőhelyet kaphasson. Nagyságrendileg mennyi férőhely van a kollégiumokban? Hát, Hanem is pontos a létszámra, hogy körülbelül. Én azt hiszem, hogy mivel nem csak a, a Nyíregyházi Egyetem hallgatói számára biztosítunk férőhelyeket, hanem a, a városban dolgozók számára is szállásként biztosítunk férőhelyeket, így még az a most nappali tagozatra érkező kb. 5-600 hallgató, aki, akit várunk, számukra tudunk szabad férőhelyeket adni, de ezres nagyságrendű a, a kapacitás férőhelye az egyetemnek. Nagy köszönöm szépen, reméljük, hogy a portfelvétele járásban is sokan tudnak majd felvételt nyerni a Nyírkiház Egyetemre, aztán meg majd szeptemberben indul a... Rekortan év a rekordszámú hallgatóval. Köszönöm, hogy vendégünk volt. Mi is köszönjük szépen, várjuk az érdeklődőket. Városa válásának 54. évfordulóját ünnepelte Máté Szalka július 27-én. Ebből az alkalomból a képviselőtestület határozata értelmében városi elismeréseket adtak át olyan személyek részére, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a település életének építéséhez. Milyen az 54. esztendeje Máté Szalkának, mint városnak? csupa sikerről tudok beszámolni. Természetesen azért együttérzéssel gondolunk azokra, akik a szomszédos országban, Ukrajnában, a háború poklában élnek, és segítjük őket, amiben tudjuk. De maga a város, hála Istennek, túl van az energiakrízisen, ez nem jelenti azt, hogy nincsenek nehézségeink. De a közösség összefog, erősítjük egymást. És én azt gondolom, hogy így az év második felére egy szép évet fogunk bezárni. És milyen ünnepséggel készültek a mai napra? Egy olyan ünnepséggel, amikor a születésnapon túl ünnepeljük azt is, hogy olyan emberek vannak közöttünk, akik sokat tesznek azért, hogy Mátészak egy nagyon biztonságos város legyen, a közigazgatásában minden rendben legyen, illetve kitüntetjük azokat is, akik az egészség területén, az egészségünkért szerintünk idén megérdemlik a kitüntető címet. Hat olyan embert választottunk ki, akinek az élet, élete, a munkája, az a szolgálat, amit értünk tesznek nap mint nap, ez mindenképpen méltó arra, hogy példaképpen állíthassuk a többi ember elé. Ezután, az ünnepség után kimegyünk a Szalkai László térre, ahol egy... Ilyen musical és operettestel kedveskedünk azoknak, akik velünk ünnepelnek. Mi a legnagyobb erőssége Máté szalkának? A csodálatos közössége. Erről kapásból órákat tudnék mesélni. Ez a közösség akkor, is bizonyított, amikor bajban volt. Lást 2019-ben, amikor először egy szupercella vonult végig a városon, akkor több mint 400 ingatlanban estek nagyon súlyos károk, a parkok romba borultak. És akkor ez a közösség összefogott, városmentő akciót szerveztünk, együtt több százan takarítottuk ki a városban azokat a lehullott ágakat, kidőlt fákat, amelyek gyakorlatilag útban voltak újjávarás voltuk a várost. Aztán jött a koronavírus. A koronavírus járványban itt senki nem maradt egyedül. Mindenkire volt, aki ránézzen, számíthattak a városlakók ránk a városvezetésre, de ugyanakkor az emberek is összefogtak. Ez volt a második nagy leckéje a város közösségének, amin jelessel szerepeltek. És aztán itt volt a háború, hiszen a háború első heteiben, hónapjaiban itt álltak meg a városban először pihenni azok az ezrek és az ezrek, akik elindultak a háború elől menekülve Ukrajnából. Megható volt látni, ahogy nem intézményes formában, hanem egyszerű emberek, családok gondoskodtak vadidegen emberekről. Azóta már több mint ezer emberről gondoskodtunk valamilyen formában, hosszabb, rövidebb ideig. Ez volt a harmadik nagy leckéje a városnak. És aztán, hogy említsek egy pozitív dolgot is, nem olyan túl régen a Richter egészségváros rendezvény sorozat keretében, nagy megyéjogú városok után Máté Szalka is helyszínt adott ennek a csodálatos kezdeményezésnek. És büszkén állapítottuk meg, hogy olyan nagyvárosok, mint Zalagerszeg, Zala mint Szeged, mint Szombathely után. Máté Szalka volt az a hely, ez a kis 17 ezres város, ahol a legnagyobb eredményt elérték az összefogással az itt élők és a környéken élők, hiszen összefogással 500 forintjával több mint 19 millió forintot gyűjtöttök össze a Máté Kórháznak, amiből nem a tervek szerint eredetileg egy ultrahang készülék, hanem kettő is megvalósulhatott. Tehát ez a közösség ezer módon mutatja meg azt, hogy Csodálatos emberek alkotják ezt a várost, akik számíthatnak egymásra. Ez a mi leges legnagyobb erőforrásunk, erre vagyunk a legbüszképek. Milyen díjat kap ma ön itt? Matthias város egészségügyéért kitüntetésben fogok a mai nap folyamán részesülni és hány éve dolgozik Máté Szalka egészségügyért? Összesen egészségügyben több mint 33 éve vagyok. Itt Máté Szalkán több mint 20 éve dolgozom, és itt teszek és szorgoskodok a Máté Szalkai emberek egészségéért, és a kórházat ápolási igazgató helyettesként igyekszem működtetni. És hogyan fogadta ezt az elismerést? Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle kitüntetés és elismerés létezik. De az, amikor az a város, ahol a szülővárosa valakinek, és itt éli a mindennapjait családjával, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a legrangosabb elismerés, amit, amit valaki kaphat milyen elismerést vesz ön ma itt át? Máté Szalka közigazgatásáért díjat kapom, meg nagy megtiszteltetés, hogy előterjesztettek, és hogy a képviselőtestület megszavaztak. És hogyan fogadta ezt, hogy kitüntetik itt ma Máté Szalkán? Természetesen mint minden kitüntetett örömmel. Nem is számítottam rá, hiszen Székelyföldön voltam, polgármester próbált elérni, nem sikerült, és vagy három-négy napja szólt a telefon, és úgy tájékoztatott, hogy ezt a díjat kapom, hát persze nagyon megörültem. És van még egy érdekesség ennek a járási a vezetőségnek. 13-ban, illetve 13 előtt, mint ország képviselő részt vettem abban a törvénykezésben, amikor létrehoztuk a megyei kormányhivatalokat, valamint a megyei kormányhivatalok alá rendelt járási hivatalokat, és ennek a vitájában még a parlamentben fel is szólaltam, mert akkor már ugye hivatalvezető voltam, de még akkor lehetett, lehettem, vagy lehettünk parlamenti képviselők, ez 14 májusáig, a 14-es választásoktól egy képviselő már csak képviselő lehet, és így több szinten is részt vettem a hivatalok kialakításában, a törvénykezési szinten is, majd pedig a kialakítás szintjén és a működtestés szintjén. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között a biztonságos szabadvízi fürdőzés veszélyeiről is lesz szó. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!